gyerünk. Remélem nem sokkal. Menj, szakodjál már, így ad már. Így ad. Nem mondta azt ilyen, Marci ott a tol, meg írt föl. Írd föl, írd le, hogy mit kóstol. Szerinted mit ittál? Csak van szemben. De írd le azt is, hogy mit tél, hány gyöngy. Visszakóstolni nem lehet, ugye? Az meg nem lehet. A következő, mert én iszok először, jó? Én igen bizonytalan vagyok. Jó, elsőre még letítéve. Na, karamell festék. Ide a tollat. Karamell festék. Ne, Marce, ne egyezkedjél, így áll. De négy körben, ugye? Nem kell magyarázkodni. De van meg a nagy buziság, hogyha úgy így áll. Így van. Miért buziság? Lehet, hogy mind a négy kaszinó lesz. De Marce, ha jó, akkor örülj neki. Spóroltál 2x11. Várjál, ti is jegyzitek, hogy mit adtatok? Ja, oké. Ezt az élvezkedő fejet, tiszta kéjjent. Aspartam, ez jó. Aspartam. De egyébként a buziság szerintem ugye úgy egyek, hogy ugyanaz, és a másik Marci, más. Miért? Nem értem, ha azt mondod, hogy az egyik valószínűleg sokkal szarabb, mint a másik, nincs vele baj, de akkor mi a gond? De itt két dolog jöhet ki, hogy olyan nem tudom. Szállna még elcsolják az egész. Itt iszok a kukakulát. Tehát kijöhet az ismét eredmény, hogy baromira hasonlít tényleg. És akkor mi a különbség? Akkor az 50 euró. Akkor olcsóbb. Nem tegetőzik el. De mester, de egyébként tisztelt úgy, tehát négy kört adtok, és kettő. Jó, tehát abban nem variáltatok. Az utolsó kevert lesz. Most már nem vagyok benne biztos, hogy jó helyre. Kiöveltel ízlelő bimbóért ez a szar. Kiderül, hogy ez a igazi kólára is azért itt kiszállt meg a pénzt, tehát most nem lehet visszajönni. Nagy baj nincs, csak azt szerintem nagyon hasonlít a kettő, ez tudni biztos. Most mi lehet módosítani a szabadatomat? Az előzőeket? Jó, minden. Az előzőeket lehet. Ne, módosítani. Jó, írd el. Megálljunk. Írnál. De lehet, hogy most passzad el az egészet. Most már lehet beszélni volna. Na mindenki mondja meg. De várj, most meg egy utolsó összesítés. Próbálok visszamegy az első kettőre. Hogy volt, hogy milyen, mit éreztem? Mit is éreztem? Hát ott éreztem egy kis cukrot. Egy kis maradék cukor volt benne. Cukor van, ezt pártam, nem is tudom. Lehet, egy kis maláta is volt, vagy csak a Dani mert benne hagyta a helyzet a sört. Van egy kis cukor. Visszakapta egy kicsit a kevertet. Na. Marci. Várj, most rájöttem, hogy... Édes Isten. Kiszaszom rajta magam. Figyelj, elevezel ezt, hallod? Tehát most nem kell matematikailag bizonyítani. Neked a Marcán, hogy Krisztina hozná a kólet és hozzá ilyen Tesco gazdaságost. És mondja, mi a probléma? Hát a múltkor se sikerült. Nem minden. Nem minden. Különben még mielőtt elmélyült, és én azt mondom, hogy fura rossz érzi. Attól függ. Ha jól tippeltem, azt mondom, hogy nem hasonlít. Na ez az. Én viszont őszinte vagyok. Én megmondom, szerintem az első az kaszinó volt, a következő kettő az koka, és a negyedik megint kaszinó, de... Abba egyetértek, hogy én határozottan... A koka volt, a második kettő kaszinó. Az első kettőben alig emlékszem, de... Alig emlékszem! Mit írtál le? Koka kaszinó. Mit írtál le? Koka kaszinó. Jó munkát! Én egyben lennék biztos, hogy köpös kövesedem meg. Egyben vagyok biztos benne, biztos ebben is tegyek. Szerintem az utolsó az kaszinó kóla. Na de figyeljetek, akkor egyenként nézzük akkor, jó? Tehát, egyenként vegyük végig. Koka kaszinó. Hát akkor...
az első, mi volt? Mi volt az első? Péter nyerte meg, és ezzel ez a... Kaszinó, koka, koka, kaszinó, így volt? Kaszinó, koka, koka, koka,